Császi Zsolt a Sokoró perben tett tanúvallomásában 45 pontban cáfolta az ügyészség vádját, miszerint kötelességszegéssel megvalósított hűtlen kezelés kísérletének volt bűnsegédje. Szerinte azért sem igaz, hogy manipulálta volna az értékbecsléseket, mert neki nem tartozott a feladatai közé a kalkulációk szakmai tartalmának ellenőrzése. A vagyonkezelő volt értékesítési igazgatója kijelentette, csak egykori beosztása miatt áll most a bíróság előtt. 3-4 ezer szerződés megkötésében működtem közre az elmúlt 10 éves időszakban, tehát nincs kizárva, hogy még pár száz büntetőeljárásra számíthatok. 2008 áprilisában Császi Zsolt a sajtóból tudta meg, ő is célpontja lehet az elszámoltatásnak. 2009 nyarán egy autópályaperben írtak szerepéről, majd a Moszkvai Kereskedelmi Központ eladása, valamint a Fradi pálya privatizációja kapcsán. 2010-ben előzetesbe került, akkor a Klubaliga eladásában is meggyanúsították, de megszüntették ellene azt az eljárást. Ennek a rendszernek lényeg a joga politika szolgáló lánya, ahol az ítéletet bizony sajtóorgánumok előbb hozzák meg, mint a bíróság. És tipikus eleme, hogy a ártatlanság vélelme helyett a bűnösség vélelmét tapasztaljuk. Szerinte a konkrét ügyben a cselekményének megítélése nem azonos a különböző nyomozóhatóságoknál. Megtudhattam belőlük, hogy értékbecsléseket akkor is képes vagyok manipulálni, ha soha semmilyen kapcsolatban nem voltam az értékbecslés cégekkel, sőt a vádhatóságok vagy a nyomozóhatóság állítása szerint erre meg sem rendeltem őket. Nem az értékbecslés tartalmáért, hanem meglétért felelt, mondta. Igazgatósága 7000 becslést tartott nyilván. Eredetileg 2009. novemberében egy Fidesz tájékoztatón mondta Budai Gyula, hogy Császit utasították az értékbecslések manipulációjára. Az elszámoltatási biztos 2010-es feljelentésében már nem hivatkozott erre. Akkor se tudtam volna elkövetni, hogyha akartam volna. Gyanúsításában pedig nem volt erre adat, mondta. A bírónő ma is kiküldte a kamerákat, azért, hogy más vádlottak ne készülhessenek fel. A védelem így csak a folyosón beszélhetett arról, a Sokorói önkormányzat 2007-ben ingyen kérte a földeket. Mód lett volna arra, hogy az önkormányzat tulajdonába adja az állam ezeket a földterületeket, mert ha a kaszinóberuházás megvalósul, akkor tulajdonképpen az átadás, a vagyonátadáshoz képest egy jelentős haszonnal szállhatott volna ki az állam, évenként kapott volna koncesziós díjként a befektetőktől pénzt. Mi lett volna akkor, hogyha a vagyontanács úgy dönt, hogy ingyenesen adja át az önkormányzatnak ezt a telekrészt? Vagy megfordítva, volt olyan is, egy állami számvevőszéki vezető mondta nekem szóban, sajnos, hogyha valóban megvalósul ez a turisztikai beruházás a kaszinóval, akkor akár ingyen is lehetett volna adni azt a sokorai területet. Az állami támogatás 2,6 milliárd lett volna az építkezéshez, a telek érték pedig 2 milliárd forint körül van. A másodrendű vádlott meghallgatása még e héten folytatódik.